És folytatjuk a nappali második részével. Az európai elhízás elleni nap célkitűzése annak tudatosítása, hogy az elhízás nem csak esztétikai probléma, hanem a WHO szerint hosszantartó, kiújulásra hajlamos betegség, ami több mint 50 betegség kockázati tényezője. Már a testsúly 5-10%-ának leadásával jelentősen csökkenthető az elhízással összefüggő betegségek előfordulási rizikója. A túlsúly elhízás népbetegség. A magyar lakosság 2/3-ának van súlyfeleslege. A témával kapcsolatban vendégeim dr. Rektorisz László háziorvos és Nagy Kovács Magdolna dietetikus. Jó estét kívánok, szervusz, köszöntelek benneteket. Kezdjük azzal, hogy tényleg ilyen gyakori az elhízás Magyarországon? Hát ez egy nagyon komoly népegészségügyi probléma, mert az egész világon egyrészt nagy számban terjed, tényleg mint szinte egy járványszerű. Szakértők úgy satszolják, hogy 2020 környékére 2 milliárd lesz az elhízott beteg, a túlsúlyos betegekkel együttvéve. Ezen kívül nem csak a fejlett országokban, hanem a fejletlen országokban is széles körben terjed, és ezért is népegészségügyi probléma, mert számtalan betegségnek az első rizikofaktoraként szerepel, olyan betegségeknek, amik krónikus maradandó egészségkárosodáshoz, vagy akár halálhoz vezethetnek, és ráadásul, ami meg nagyon fontos, hogy megelőzhető. Tehát egyrészt ez egy nagyon komoly betegség, muszáj odafigyelni rá, de ha megelőzzük, akkor meg számtalan olyan betegség is megelőzhető, aminek ez a rizikófaktora. Mielőtt rátérnénk a betegségekre, beszéljünk arról, hogy milyen korosztályt érint. Minden korosztályt érint. Sajnos ott tartunk, hogy míg természetes folyamat, hogy az idősebb korban gyakrabban előfordul, de most már gyerekkorban is oda kell figyelni, Magyarországon minden negyedik gyermek túlsúlyos. És ezen közül a negyedik túlsúlyos gyerek közül is minden harmadik elhízott. Itt azért a fokozatokat említeni kell. Tehát egy a lényeg, hogy van a túlsúly, ami több, mint a normál súly, és az elhízottság az pedig ennek súlyos fokozata, és 3 súlyossági fokozatba osztható, és ezt a BMI index alapján lehet megsatszolni. Ezeket a fokozatokat lehet egyébként kilóban mérni? Hát minden különböző kalkulációkkal lehet kiszámolni az egészséges testsúlyt. A legismertebb ez az úgynevezett body mass index, amit úgy kell kiszámolni, hogy a testtömeget, ami kilogramban van kifejezve, elosztjuk a testmagasság méterben kifejezett négyzetével. Ennek van egy normál tartománya, 19 és 24,9 között az a normál súly. 25-től 30-ig az a túlsúlyos, 30-tól 35-ig az a enyhén elhízott, 35-től 40-ig a közepesen elhízott, és a 40 fölötti az a súlyosan elhízott. Tehát ezzel a BMI indexel, ezzel mindenki ki tudja számolni. Igen, és ki tudja ezek kalkulálni. Számítógépes programtól kezdve, ilyen kis kör kalkulátoron keresztül, a rendelőtől kezdve, a patikába, iskolákban, tehát nagyon sok helyen megtalálható. Egy nagyon egyszerű, tulajdonképpen a beteg kikeresi a testsúlyát, hozzáilleszti a testmagasság méterben kifejezett tehát négyzetértékét, és akkor egy tulajdonképpen ilyen színes diagramba ábrázolik, hogy a normálba esik, a túlsúlyosba, vagy az elhízottba. De egyébként más paraméterekkel is szokták mérni a túlsúlyosságot, elhízottságot. Van még olyan paraméter, hogy a derék csípőhányados. Ez férfiaknál, ha egyet meghaladja, akkor már túlsúlyról beszélünk. Ha nőknél a 0,8-at kell meghaladnia. Van egy másik szám, amit lehet még nézni, az a haskörfogat. Ott azt mondják, hogy a férfiaknál a 102 cm-nél nagyobb haskörfogat az már igen nagy kockázat bizonyos kardiovaszkuláris betegségek előfordulására, nőknél ez a 88 centi. Aztán még vannak speciális műszeres vizsgálatok, de szerintem azt mondhatjuk, hogy ez a legegyszerűbb, ez a BMI index alapján, és ezzel mindenki besatszolhatja magát, kiszámíthatja, hogy hova tartozik, és hát bizony, hogyha normál fölé, akkor muszáj érte tenni. A korosztálynál azt mondtad, hogy minden korosztályt érinti, de említetted a nőket, férfiakat. Kiknél fordul jobban elő, vagy többször az elhízás, vagy esetleg a túlsúlyosság, nőknél, vagy férfiaknál? Hát először is sajnos egy olyan szomorú statisztikát kell említeni, hogy Magyarország jelenleg a világon a 3. helyen áll,
a túlsúlyosokban. Első az USA, második Mexikó és harmadik Magyarország. Magyarországon most jelenleg 55-60%-ra satszolják a túlsúlyosok számát. És férfiaknál minden korosztályban nagyjából ez a 50-60% közötti, nőknél azért inkább az idősebb kor felé közelít, mert ott egyéb hormonális változások is, majd a később említendő menopauza is belejátszik abba, hogy testsúlyváltozás lép föl. És mondom, gyermekeknél is megjelenik, sajnos most már akár nagyobbodás, kisiskolás korban is, és minden negyedik gyermek Magyarországon túlsúlyos. És lehet az, hogy a gyerekeket is diétáztatjuk, ha már a gyerekek is veszélyben vannak? Igen, természetesen. Erre kettő megoldás van, amit manapság tudunk alkalmazni. Az egyik az EMI rendelet, ami pontosan meghatározza a közétkeztetőknek, hogy hogy kell összeállítani a gyerekek ennivalóját, csökkenteni a cukrot, csökkenteni a sót, megnövelni a teljes kiürülésű péksüteményeket, és minden nap több szörnyes zöldséget és gyümölcsöt kell adni. A lakosság számára pedig az okos tányér nyújt segítséget, ezt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége fogalmazta meg. Itt a műsor előtt beszélgettünk az alma típusú, meg körte típusú hízásra, fogyásról beszéltünk, hogy esetleg ez mennyiben érinti az embereket. Kire mondjuk, hogy alma típusú? Hát a túlsúlyt próbálták ilyen testfelépítés alapján is besorolni. A legveszélyesebb az a alma típusú, vagy android típusú túlsúly. Ez inkább a férfiakra jellemző. Igazából ez a nagymértékű haskörfogat növekedés. A nőkre mondjuk, tehát a női jellegű túlsúly az pedig a körte típusú, de ez nem annyira veszélyes túlsúly. Mint említettük, hogy a túlsúly nagyon sok krónikus betegségnek a rizikófaktora. Sajnos ezek mind olyan krónikus betegségek, amik, hogyha rosszul vannak kezelve, nem figyel oda a beteg, vagy már szövődmény alakul ki, akkor akár maradandó rokkantsághoz vezethet, vagy akár halálhoz is. Az kardiovaszkuláris betegségek, tehát a agyi keringés zavar, a mélyvénás keringési zavar, a hipertónia, a kettes típusú diabétesz, a mozgásszervi krónikus betegségek, ezen kívül bizonyos daganatos betegségek, főleg a vastagbél, végbirtái, a prostata, az emlődaganatok, bizonyos pszichiátriai betegségekben, a manapság nagyon közkedvelten említett alvási apnoe zavarban a rizikófaktorok első helyén áll a túlsúly. És azt mondják, hogy inkább a alma típusú túlsúlyos betegek jelentenek nagy rizikót. Mondom, a körte típusú a nőre jellemző, az is természetesen túlsúly, és oda kell figyelni, de kardiovaszkuláris betegségek szempontjából az alma típusú a legveszélyesebb. Akkor ezek szerint a gondolkodásmód, illetve a mozgásszegény életmód az, ami elhízáshoz vezet? Hát számtalan oka van az elhízásnak, de a leggyakoribb oka az a fokozott táplálékbevitel és vagy csökkentett leadás mozgás. Tehát a prevenció ez egyben, hogy kevesebbet együnk, többet mozogjunk. Egészségesen étkezzünk, egészségesen mozogjunk minden életkorban, tehát a gyerekkortól kezdve az időskorig, igenis a megfelelő táplálkozás, amit Magdika fog említeni, és hát a mozgás, tehát minden korosztályban ajánlott a mozgás. Természetesen vannak egyéb betegségek is, ami túlsúlyt okoz, de ezek a ritkább, tehát a kis hányadát teszik ki, például genetikai betegségek. Például a genetikai betegségnél akkor kell arra gondolni, hogy ugye túlsúlyt okozó genetikai betegség, ha már nagyon kisgyermekkorban egy nagy testsúllyal találkozunk, és még esetleg szellemi tevékenység csökkenés is megfigyelhető, az biztos, hogy inkább valamilyen genetikai örökletes betegség. Néhány hormon zavarban is túlsúly jelentkezik, a leggyakoribb ugye az alacsony pajzsmirigy működésű, akkor a mellékvese működészavar, vagy a hipotalamus-hipofízis rendszer működészavara, bizonyos pszichiátriai betegségek, a depresszió például nagyon hajlamos, és ez egy ördögi kör, mert ugye depressziós, elkezd sokat enni, keveset mozog, visszahúzódik. Még nagyobb lesz a súlya, még inkább visszahúzódik, és ez egy ördögi kör. Néhány gyógyszernek is lehet mellékhatása, itt főleg a szteroidok, epilepszia elleni szerek, antidepresszánsok, tehát például nagyon sok pszichiátriai gyógyszer mellékhatása lehet, de ez elenyésző ahhoz képest, hogy tényleg a túlzott táplálékbevitel,
a nem megfelelő arányú táplálékbevitel és a kevés mozgás. Doktor úr is mondta, hogy táplálkozzunk egészségesen, de hogyan, Magdika? Nagyon fontos mindenkinek meghatározni, hogy mennyi energiára van szüksége, hiszen említette a doktor úr, hogy akkor áll fent energia egyensúly, hogyha annyi energiát viszünk be, mint amit a szervezetünk elhasznál. Nagyon sok fogyókúrázó esik abba a tévhitbe, hogy alig eszik egy pár falapot, koplal, de sajnos akár a média, tévé, rádió, újság is közvetít, hogy jön a transzezon, vagy jön a báli szezon, és akkor 3, 4, 5 vagy 800 kalóriás energiával szépen fogyunk le. De ez nem fogyás. Ahhoz, hogy le tudjuk csökkenteni a testsúlyunkat, mindig meg kell határozni az alapanyagcserénket. Ez az az energiamennyiség, amit szervezetünk szobahőmérsékleten, ágyban fekve használ körből étkezés után 10 órával, hiszen ez alatt is működnek az életfontosságú szerveink. Viszont ha kikelünk, akkor ezt egy megfelelő faktorral fel kell szoroznunk, akár ülőmunkát, fizikai munkát, gyerekek elmennek az iskolába, vagy nehéz fizikai munkát végzünk. Ahhoz, hogy le tudjunk fogyni, ezt az alapanyag cserét semmiképpen nem szabad túllépnünk. Tehát, ha csak egy 50-60 kilós hölgyet veszek, az ő alapanyag cseréje legalább olyan 1200-1300 kalória. Ha ez alá megyek, akkor a szervezete egy tartalék funkcióba lép át, hiszen kell neki annyi energia, hogy az életfontosságú szervei működjenek. És ennél kevesebbet viszünk be tartalékol. Na most ezt a durva fogyókórát az emberek többsége egy pár napig, egy-egy hétig tart, és akkor lefogy egy pár kilót, és visszatér a normál étkezéshez. De mivel a szervezete még tartalék funkciója van, sokkal több feljön, és úgy jön ez az jó-jó effektus, hogy keseregve lefogy egy pár kilót, és utána több visszajön. Hogyan fogyjunk le? Együnk kevesebbet, és mozogjunk többet. A két legkönnyebben hasznosuló energiaforrásunkat célszerű lecsökkenteni. Ezek az egyszerű cukrok és a zsíradékok. Az egyszerű cukor, akár a kristálycukor, a porcukor, a méz és minden olyan ételital, amiben ez van, le kell csökkenteni. És nézzük meg a boltban, mit vásárolunk, mert sokszor nagyon sok gyümölcsös joghurt, vagy ezek a pufasztott műzli szeretek, vagy ezek a gabonapelyhek nagyon sok cukrot tartalmaznak. De ezzel le kell csökkenteni, az azt jelenti, hogy egyik napról a másikra, amit eddig ettünk, azt ne együnk, vagy fokozatosan vonjuk el magunktól ezeket? Minden agyban dől el. Ha igen, változtatni szeretnék az életmódomon, akkor nem majd csepegtetve minden nap elhagyjuk egy keveset, hanem legjobb, ha a család összefog, és akkor úgy töltjük fel a hűtőt, a kamrát, a spajzot, hogy ott valóban egészséges élelmiszerek legyenek. Próbáljuk elhagyni a cukrot, vagy ha cukor, akkor barna cukor, de csak teánként olyan egy-egy kávéskanálnyit próbáljunk meg, illetve felnőtteknél, hogyha elhagyjuk a cukrot, akkor olyan édesítőszereket, amelyek nem tartalmaznak energiát. Na most tudni kell, hogy a xilit és a nyírfacukor tartalmaznak csak 30%-kal kevesebbet. Tehát ha már valaki azt mondja, hogy igen, elhagyom a cukrot és helyett ezt az energiában csökkentettet használom is, nagyot lépünk előre, de hogyha olyan édesítőszert használ, amiben nincs energia, itt már nagyon sokat tud spórolni. Meg kell növelni a rostoknak a mennyiségét. Teljes kiörlésű péksüteményeket fogyasszunk minden étkezéshez, és nyers zöldséget és gyümölcsöt. Tudni kell azonban, hogyha sok rostos dolgot viszünk be, akkor ezek betagadnak. Na most, ha nem iszunk sokat, akkor sajnos egy kellemetlen székrekedést okozhatnak. Tehát többször együnk keveset, legalább 4-5 alkalommal, mindent nagyon alaposan rágjunk meg, csökkentsük le a cukrokat, növeljük meg a rostokat, és naponta legalább 2-3 liter folyadékot igyunk meg. Ezeket a gyümölcsöket, rostokat akár zöldségformájában készítsük el, pároljuk, vagy esetleg nyersen, hogyan ajánlatos? Amit lehet, az nyersen. Egyrészt a rostok is jobban hasznosulnak, másrészt a vitaminokat és az ásványanyagokat is készen kapjuk így meg. Összetudja egy nagyon egyszerűen otthon bárki állítani az étrendjét, hogyha diétázni szeretne, vagy tényleg szakemberhez kell fordulnunk? Ez attól függ, hogyha megnézzük, hogy milyen súlyfölösleggel bír. Ha tényleg most a téli szezonban fölszaladt 2-3 kiló, akkor szerintem ezt otthon is el tudja
hogy meg tudja oldani, hiszen kevesebb cukrot eszik, több zöldséget, gyümölcsöt este 6 után nem eszik, tehát elhagyja a főétkezést, és legalább hetente 2-3 alkalommal intenzíven sportol, ami azt jelenti, hogy legalább egy fél óráig tart, leizzadással, futópózussal jár, mert ez úgy fel fogja pörgetni az anyagcseréjét, hogy mozgást követő 2-3 napban több energiát fog égetni. Ha azonban több a túlsúly, vagy esetleg már más betegség is társult hozzá, akár egy magas vérnyomás, vagy magasabb vércukorszint, mindenképpen fel kell keresni a kezelőorvost, aki el tudja küldeni hozzánk is, és nagy szeretettel várjuk a kórházban, és segítünk. Én azért nagyon szívesen venném, hogyha most összeállítanánk egy napos olyan diétát, amit tényleg, hogyha valaki fogyni szeretne, és gondolom ne sokat. Szerintem doktor úr egyetért abban, hogy ne azt célozzuk meg, hogy 20-30-40 kilót fogyjunk le egyszerre, hanem mindig a mértékletesség, ugye? Tehát ne ez legyen a cél. Hát nem is szabad hirtelen nagy mennyiséget, mert ez egy másik betegségcsoportokat indít be, vagy nagyon súlyos elektrolit háztartási zavart, egy hormonműködési zavart, hanem tényleg a mérték, tehát a szabályos minden hónapban nagyjából egyforma, vagy hetente egyforma. Egyébként, ha a betegek fogynak, a rizikójuk is csökken a betegségek iránt. Nem egyszer, például a kettes típusú cukorbetegség nagyon-nagyon súlyos rizikófaktora az alma típusú kövérség. És egyszerűen, például, hogyha gyönyörűen a testsúlyát csökkenti, a gyógyszerek csökkenthetők például, vagy a magas vérnyomás gyógyszer csökkenthető. Úgyhogy a nagyon jelentős lépést tesz a betegségének, a szövődménynek a kikerülése érdekében. És ez hetente hány kilóban mérhető? A már a fogyás... Az már nem egészséges, ha attól többet fogyunk. Jó, állítsunk akkor egy napi ilyen. Most itt van a, már nem mondhatom, hogy tavasz, inkább jönnek a nyári gyümölcsök és a nyár. Ha ilyen jó idő van és tele vagyunk zöldségekkel, gyümölcsökkel, mit tegyünk reggelire, ebédre és vacsorára? Bár te azt mondtad, hogy ötször is akár. Legalább ötször. De ezt ne nevezzük fogyókúrának, ezt nevezzük egy egészséges életmódnak, ami az egészséges táplálkozás és mozgás társul. A reggeli főétkezés nagyon fontos, ami egy barna zsömlét jelent, vagy 5 deka teljes kiőrlésű kenyeret, és itt nem az ilyen bucikra gondolok, hanem az a hagyományos vizes zsömle méretű péksütemény. Hozzá 5 dekányi sovány felvágott, vagy sajt, vagy egy főtt tojás. Ha el tudjuk hagyni a kenő zsíradékot, jó, ha nem, akkor használjuk, viszont mindenképpen paprikát, paradicsomot, salátát fogyasszunk hozzá. Innivaló tej. Ha pedig teljes kávét, kakaót szeretnénk, semmiképpen ne legyen ez 3,6-nál magasabb, tehát inkább csak ez a 2,8-as zsírtartalmú tej, és vagy csökkentsük le a cukrot, vagy pedig mesterséges édesítőszerrel fogyasszuk el. 10 órára és uzsonnára legalább 10-15 dekányi gyümölcs a legjobb, nyersen. De ha valaki olyan munkát folytat, hogy nincs erre ideje például gyümölcsöt elrágcsálni, de kávét vagy kapucsinót szeretne inni, hogyha egy hosszú kávét iszik, amiből ilyen 1-1,5 deci tej van, és szintén édesítőszer nélkül fogyasztja, már ez is egy 10 órainak minősül. Ebédre, ha szereti a levest, fogyaszthat, de lehetőség szerint kevés zsíradékkal és sűrítés nélküli leveseket válaszunk. A húsételek semmiképpen nem bőzsírban sültek, és itt fontos fölhívni a figyelmet, nagyon el van terjedve, hogy én olivában főzök, vagy kókuszsírban. A zsírtartalmuk ugyanannyi. Használjuk az alternatív zsíradékokat is, de egy-egy adag étel elkészítéséhez 5 g, ami körülbelül 1 kávéskanálnyi mennyiség. Párolt szelet, egyben sült, egy adag. Tehát párolt szelet, egyben sült, natúr szelet, grillezett hús kerülhet, ne a hagyományos körömpörkölt és rántott dolgok kerüljenek az asztalunkra, és ne krumplit vagy rist tálaljunk, hanem inkább salátákat, friss nyers salátát, akinek ez egy picit durva, akár egy kis bulgurt vagy kölest tud hozzátenni. Uzsonnára megint 15-20 deka gyümölcs mindenképpen nyersen, vagy 100%-os gyümölcslé is mehet, és a vacsorát este 6 óráig próbáljuk befejezni. Aki ebédet tud enni főtételként, nem biztos, hogy igényli a meleg vacsorát, annak szintén egy-egy barna péksütemény, sovány felvágott sajt kerülhet az asztalára. Akik nem, és csak vacsorára tudnak, akkor egy-egy light húsos szelet, vagy egy-egy főzelék, de kenyér zsömle nélkül mindenképpen befér az étrendbe.
de emellé legalább 2-2,5 liter folyadékot napközben el kell fogyasztani. Milyen veszélye lehet annak, hogyha valaki sokkal többet, a megbeszélt fél egy kilónál többet fogy, és mondjuk ez hosszú távon működik? Tehát orvosi szempontból mit lehet azzal tenni, aki rövid idő alatt nagyon-nagyon sok súlyt vesztett? Hát mindenképpen oda kell figyelni, és azt mondani, hogy állj, mert például főleg az ilyen anyagcsere hormon zavarok, tehát pajzsmirigy funkciózavar, mellékvese hormon funkciózavar, esetleg a magasabb szabályozás, tehát a hipotalamusz-hipofízis rendszer megzavarodhat. Pszichiátriai zavarok alakulhatnak ki, alvásébren létzavar, púzusszám, ritmuszavar, ugye ha elektrolitok fölborulnak, akkor akár ritmuszavara keletkezhet. Epekövesség például a nagyon drasztikus fogyókúránál a hasnyálmirigy máj funkciózavar előfordulhat, nagyon könnyen keletkezhet epekövesség, a vérzsír értékek nagyon megváltozhatnak. Tehát mértékkel szabad. És a mozgásra is kitérve, hogy nem várható el mindenkitől, és nem is kötelező, hogy mindenki kilométereket biciklizzen, fusson. Az is mozgás, ha én azt mondom, hogy ma nem a liftel megyek fel a 4. emeletre, hanem most gyalog megyek föl. Hát nyilván természetesen, hogy a mozgás szervei mit engednek meg, meg a egyéb betegségei mit engedhetnek meg, vagy kisétálok a piacra, és nem autóval megyek, vagy a szomszéd boltba nem autóval megyek, hanem oda sétálok. Gondolom az iskolában ez a mindennapos testnevelés pont ezt a célt szolgálja, hogy a gyerekeket rászoktassák a rendszeres, nem kell versenyszerű sportolásra, de óvodás, iskolás, középiskolás korban a mindennapos testnevelés biztos, hogy egy nagyon fontos lépés ez irányban. És miért veszélyes az, hogyha 5 óra, 6 óra után étkezünk, vagy jól lakunk? A paraszimpatikus idegrendszerünk úgy van bekódolva, hogy amit este 6 óra után eszünk, abból többet raktároz el. Tehát célszerűbb addig befejezni, és utána egy kis salátát, ha valaki később étkezik, vagy kis gyümölcsöt tegyem. Savanyú káposztát, és tessék menni sétálni. És amire sétálni. Még fölhívném a figyelmet, a körülbelül 35 éves korunkban elkezdődik az öregedés folyamata, akár szeretnénk beismerni, akár nem. Evel együtt jár az, hogy csökken az alapanyagcserénk. Tehát nagyon sok pacienssel találkozunk, aki azt mondja, hogy higgyük el, hogy ő ugyanannyit eszik, mint fiatal korában. Igen, de mivel csökken az alapanyagcseréje, kevesebb energiára van szüksége, csökken a mozgás, és lehet, hogy nem feltűnő, de már ez magában legalább egy fél, egy kilót jelent egy évbe. Ez valóban nem sok, de 10-15 év távlatában ez bizony plusz 10-15 kiló lesz. És ehhez jöhet még hölgyeknek a változókor, amikor még nehezebb lesz leadni, tehát ezért fontos, hogy valóban egy olyan egészséges életmódot folytassunk, hogy ezt a folyamatos ízást el tudjuk kerülni. Tehát az egészséges életmód. Én bízom abban, hogy nagyon sok jó tanácsokkal szolgáltunk, és a szakemberektől is meghallgathatták, hogy ki mit tegyen, és hogyan, és mennyit mozogjon. Köszönöm, hogy itt jártak szakembereink a stúdióban, és bízom abban, hogy önök sok mindent betartanak az elhangzottakból, és így fognak táplálkozni. Most pedig lazítunk Olli Dézivel, aki ezúttal a csodálatos Madeiráról jelentkezik be. Nézzük közösen! Üdvözlök mindenkit, remélem ez a videó jó egészségben talál mindenkit. A mai alkalommal olyan gyakorlatokat szeretnék bemutatni, ami a csípő körüli izmokat nyújtja, illetve megdolgoztatja. Az első, lépjünk ki az egyik lábunkkal, helyezzük a kezünket vagy a talajra, vagy mindjárt mutatom a másik opciót, míg a másik kéz a magasba nyújtózik. Hogyha ez nem lehetséges, akkor csak hajlítsuk be a könnyükünket, és az alkar lesz a combon, míg a másik kart az ég felé nyújtjuk. Ezután széles terpezben fordítsuk ki a lábfejeket, és hajlítsuk be mind a két térdet. A lényeg az, hogy maradjon a törzsünk egyenes, tehát ne hajoljunk előre olyan, mint hogyha leszeretnénk ülni, tehát ez meg fogja dolgoztatni a combizmainkat. Ezek után helyezzük mind a két kezünket a combunkra, és törzscsavarást végzünk. Az egyik kar egyenes marad, míg a másik kart behajlítjuk. Itt is lényeges, hogy a törzset tartsuk egyenesen,
és ezek után pedig az alkarokat fogjuk helyezni a combunkra, így megdolgoztatjuk a belső combizmait, illetve nyújtjuk a csípő körüli izmokat. Következő gyakorlathoz pedig teljesen legugolunk. Hogyha ez nem lehetséges, akkor még mindig van a másik két opció, egy kicsit feljebb jövünk alkar a combon, illetve karok egyenesen, kéz a combon. A következő előrehajlás lesz megint széles terpesz, ez alkalommal legyenek a lábfejek párhuzamosak, két opció, vagy a kezünket a csípőnkre helyezzük, vagy pedig összekulcsoljuk a kezünket a hátunk mögött, és előre hajlunk. A lényeg, hogy tartsuk egyenesen a lábakat. Ezután szintén végezhetünk törzscsavarást, hogyha a kéz nem érinti a földet, akkor nyugodtan lehet a kezet a lábakra helyezni. Ezután visszajövünk, illetve újra előre hajolhatunk, hogyha ez lehetséges. Hogyha nem, akkor csak végezzük azt, ami jól esik. A következő póz az inkább a farizmokat nyújtja meg. Itt is különböző opciókat adok, attól függően, hogy érezzük magunkat a testünkben. Lényeg az, hogy a bokánkat áthelyezzük a másik combra, és hogyha kicsit jobban szeretnénk nyújtani, akkor jobban behajlítjuk a térdünket, illetve teljesen lejövünk a talajig. Nyugodtan megállíthatjátok a videót, hiszen itt elég gyorsan végzem a gyakorlatokat, de hogyha szeretnétek a pózban maradni több légilegzetvételig, akkor nyugodtan állítsátok meg a videót. Ne felejtsetek el levegőt venni, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen a figyelmet, a következő alkalomig vigyázzatok magatokra! Önök a nappali augusztusi számát látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk újra, a viszontlátásra!